Látványos élményfürdő épülhet Kolozsváron. A helyi önkormányzati testület már szavazott a Kincsesváros határában felépítendő élményfürdő megvalósíthatósági tanulmányáról, és a beruházás költségéről is hozott határozatot. Így fog kinézni az ország egyik legnagyobb akvaparkja. A kolozsvári önkormányzat lakossági tiltakozás közepette fogadta el a határozatot, amelynek nyomán a Kincsesváros keleti részében található tavak vidékén a Békás övezetben épülne élményfürdő. A beruházás becsült értéke 198 millió lej, az építési és az összeszerelési költségek pedig előreláthatólag 125,5 millió lejt tesznek majd ki. A tanulmány mintegy 12 hektárnyi területre vonatkozik, amelyből mindössze 2 hektáron terülne el az élményfürdő belépővel igénybe vehető területe, emellett egy közel 7 hektáros park kialakítása is a megszavazott terv része. A tanácsülésen megjelent tiltakozók szerint a létesítmény tönkreteszi a kiterjedt zöldövezetet, valamint túl közel épülne a környező lakónegyedekhez, és a fürdővendégek által keltett zaj ellehetetleníteni a környéken lakók életét. Az RMDS frakciója is csak feltételekhez kötve támogatja az élményfürdő tervét. Úgy kell elhelyezni ezt az élményfürdőt, hogy az ott lakókat ne zavarja, és a kellő távolságot tudják betartani a tömbházakhoz viszonyítva. Ugyanakkor, mivel zöldövezetről beszélünk, fontos az is, hogy a megtervezendő útnak a nyomvonala úgy alakuljon, hogy ne befolyásolja a zöldövezeteket, tehát minél kevésbé legyen invazív ez az út. Az alpolgármester hozzátette, nehezen sikerült a beruházás számára egy olyan önkormányzati tulajdonban lévő telket találni, amely elég nagy, ugyanakkor nem része a környezetvédelmi övezetnek, de rendelkezik a kellő infrastrukturális adottságokkal, vagyis könnyen megközelíthető és van megfelelő vízellátás.